Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik, és folytatódik Aljas Keeper kalandjai ebben a csodálatos hóesésben. Elvileg most már ugye valahogy úgy folytatódik a kalandunk, hogy kezd egy kicsit ilyen GTA-s lenni, legalábbis itt nézegettem, hogy már ugye a mapon különböző jelek fedezhetőek fel. Hát gondolom még mindig teljesen nem open world az egész, viszont már lehet valamit csinálni. Ez például egy darab ilyen koltér, amit meg lehet nézni. Van egy Bill valamicsoda, és van egy Mr. Person, aki beszélni szeretne velünk, Mr. Person, és Sanyi meg hozott egy nagy plüssalatot magam alá. Aha, ez elvileg akkor itt, most itt táborozunk, és úgy működik, mint egy ilyen icipici, kicsi open world világ, ahol így lehet különböző dolgokat csinálni. Bocs, hogy egy kicsit ma pörgősebb vagyok, várjál, hol kell? Mr. Personhoz kell menni, az meg valahol itt van, ugye? Ja, bocs, hogy egy kicsit pörgősebb vagyok, ma így, nem tudom, jó kedve van a Keepernek. Na, ő Mr. Person, beszélj. Aha, üdvözöl. Jól vagyunk. Van néhány konzervünk és egy nyúl. Hány embernek? 10-nek? 12-nek? Ja, akkor most az lesz a szituáció, hogy kevés a kajánk. Ezt azért azt még mindig nem értem ezt a dolgot, hogy ez hogy működik ez a sztori, hogy milyen tengeren ragadt, meg milyen hajóval mi történt, ez valamikor ki fog bontakozni, vagy ne kérjem azt, hogy szétszpoilerezzétek a dolgot. Tuti, hogy valami vadászat lesz, gyerekek. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Megyünk, keresünk valamit, ahol vadászni fogunk, gyerekek! És itt akkor most már megjelennek a mellékküldetések, és gondolom ez így egyre jobban ki fog nyílni ez a világ, és akkor egy csomó mellékküldetést lehet csinálni. Igen, gondolom ilyen tök ilyen GTA-s lesz. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting, look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look at this game in those hills, I'll find it. Ennek a négernek mi van, fekete embernek, mi van a kezével, mert mindig azt mondják, hogy mi van a kezeddel, meg hogy pihent, melegítsd a kezedet, meg minden. De van neki fagyva, vagy mi történt vele szerencsétlennel? Na mindegy, menjünk, csapjuk neki, gyerekek. Jó, nem a, egy ilyet kell használnunk. Ilyet kell használnunk, mert ijasztunk mindenféle a környéken, azt mondja, gyerünk arra, menjünk. Verjük neki, csapjuk neki. És kaptam valami sózott veled vagy mit, amit meg lehet enni, ha gondolom. Egyébként az mi az, hogy ott megy egyébként egy nyúl. Annyit akartam még mondani, hogy... Bázzal, mit akartam mondani most? Miért nincs kint a HP-m? Honnan tudom, hogy mennyi életem van? Mit kell hozni, ami mielőtt a tab? Tabot megpecintem és kim van, jó van, oké. Gondoltam. Még mindig esik a hó, de egyébként még mindig rohadtul jól néz ki az a játék, hogy a fene essebben. De várjátok, én nem, puskával vagyok, az... Ja nem, elővettem a tabból a puskát. És akkor... Várják, hogy tudok választani fegyót? Mi az? Jó, az íjat elővettem. 22 lőszerünk van hozzá. Oké, kicsit lehet, hogy pörgősebbre vesszük az egészet. Hát most figyelj, vadászni kell, gondolom a sztorira annyira nem kell koncentrálni. De lehet, hogy nem vadászat lesz belőle, hanem bele fogunk valakibe botlani, vagy ilyesmi. Mi lesz? Mire számíthatunk, srácok? Majd de nagyon élem ezt a játékot, ezzel egyébként a csomót játszanék, csak nem akarom elhanyagolni a többi sorozatot sem, mert most nagyon belepörögtünk mindenbe is. Ja, elég durván, elég durván. Menjünk már gyorsan, gyorsan, gyorsan! Akarok egy kis akciót! Nem tudom, most fel vagyok pörögve.
Jött egy új energia itt a boltba, nem is tudom milyen. A Hamiltonos Monster, aztán beküldtem egyet, ez lehet, hogy az nem tett annyira jót. De hát egyszer élünk. Egyszer élünk, ígyunk egy monstert, mi? Micsoda vad... vad durva dolgokat teszek. Na, eddig megyünk még? Hol megyünk még? Nézzünk le erre. Jó, még nem megyek utána testvérem, amelyre te mondod. Egyébként ilyenkor a mapot meg tudom nézni? Meg tudom nézni, hogy meddig... meddig jöttünk el? Hol a... ezt nem értem, ezt a mapot, gyerekek. Mármint, hogy itt az előbb volt egy ilyen tábor, most meg már nincsen. De hát jól van. De szerintem ez még mindig ilyen tutorial jelleg dolog lesz. Mármint szerintem még mindig nem open world az egész. World world. Open world. Hé, hey, állj meg itt egy pillanatra. Stowy! Megálltam. Jó? Leszálljak? Leszállok. Jó, leszállok. Oké, okay, előveszem a íjamat. Hogy veszem elő az íjamat? Hol az íjam? Szarvasok jártak itt mostanában. Honnan tudod? Hogy... hogy nem? Lépjük tovább innen. Szükség lesz az íjadra, ne hagyd a lovadon. Egy pisztoly mindent elijeszt. Közelítsd meg a lovadat. Az előbb egyébként már kezembe vettem. Úr, az íjam? Meg is van. Szuper, egyébként ez a weapon rendszer, ez tök jó. Halkan és lassan. Oké, okay, control. Szupi. Tiprólunk a hóba, igen. Hova menjek? Mondjad. Mit leső, gyerek? Látod a nyomokat? Azt hiszem, talán nem. Fókuszálj. Az iglő AI segítségével kiemelheted az állatnyomokat és egyéb... aha. Mit kell az iglő AI-hoz használnom? Középsége gombot. Középsége gombot tudok ilyen igulát csinálni, amivel meg tudom nézni a nyomot. És ilyen izé is van ilyenkor, ilyen bullet time, ilyen lassítás. A hóban könnyebb, de ha egyszer beletanulsz a fűben, és az erdőben is majdnem olyan jól fogsz tudni nyomot olvasni, vagy nyomozni, vagy nyomolvasni. Ez nagyon nagy, de várjál, most elvesztettem a nyomot, ott van, jó. Akkor ilyen rohadt lassúak vagyunk, meg ilyen fekete-fehér a kép, he. Oké, semmi gond, menjünk. Folyamatosan nem kell használni ezt szerintem. Követés leállítása, ismeretlen állat. Aha, jó, oké. Ez sasszem, igulája. Jó, hát igazából nem kell folyamatosan, hanem csak így ránézel és csá, ugye? Mi az? A szagodat a sasz szemben, a szél irányába fújva is megjelenik. Vagy a magyarul... aha, sasz szem deaktiválódik, ha futni kezdesz, miközben használok. Ez a sasz szem... magyarul akkor a vadászatnál az is számít, hogy éppen merre fúj a szél, de honnan tudom, merre fúj a szél? He? Ezt honnan tudom? Jön utánam ez a fiú? Gyere utánam te! Ennek basszus, ez biztos, hogy az időt, hogyha kérdezi, akkor nem a telefonomon mutatom meg. Nagyon jó, tetszik egyébként. Merre, már nem tudom, merre basszus, most nagyon megindultunk. Ott a... ezt a... ezért azt nem vágom, ezt a... hogy merre fúj a szél dolgot, mert én nem látom sehol egyébként semmilyen kijelzését. És lehet, hogy én vagyok a béna, de baloldalt se, fönt sem. Egyébként egy idő után eltűnik. Figyeld, hogy megyek, lassan. Ó, oh, ott van a izé, ott a csávó, figyeld. Vagyis mi az? Szarvas barvas. Lelőjem? Lelőjem a szarvas barvast, haver? Várj, nézd. Oké. Okay. Tartsd le nyomva a gombot a zsinó meghúzásához. És akkor mi? Fölé kell lőnöm, basszus? Nem kell fölé lőnöm. Á, futott!
Próbáld újra. Lőj. Mit lőjek be az elfutott? Nem látod, hogy elfutott? Mi az? Hívd fel az állat figyelmét a hívás kiválasztásával, miközben célzott. Közben az el vagy cseszve, gyerek. Na figyelj, nézzük tovább, hát, hogyha megtaláljuk, nem? Bocs, haver, de elfutott. Nem mondtad, hogy fölé lőjek, vagy alá lőjek, vagy mit tudom én. Jó, hát megyünk, vadászunk tovább. Remélem, ezt nem félelembe, vagy nem cseszem el teljesen. Bocsi, bocsi haver, bocsi, még egy kicsit itt tökörünk el a hóba, mert Keeper az elnézte a rajzot. Hát akkor lehet, hogy pontosan kell volna célozni, annyira bennem van, hogy ugye fölé kell lőni, hogy az őrület. Most ez merre futott? Mert itt azt annyi nyom van, hogy az nem tudom követni. Szerintem az arra fölfele futott. Te egyébként mutathatnál, ez miért ilyen, ja, azért mondom, ez miért ilyen kemény az a hó, hogy rajta vagyunk. Van olyan hó is, hogy nem süperünk bele? Itt meg már belesüppedünk. Ez ilyen keményebb volt. Na várjál. Na most azt a kövesd, ezeket a nyomokat hallod. Ez össze-vissza meddek. Azt is látni, hogy merre mennek. Mármint, hogy az irányát is láttam valahonnan. Ohohohoho. De most aztán lelövöm a francba őket, gyerekek. Na, mit mondod, hogy hívjam fel a figyelmet, meg milyen hülyeségek? Hívás, el. Ez most miért volt jó, hogy fölhívom? Miért volt jó, hogy fölhívom a figyelmet? Jaj, vagyunk fáradva. Kéne benyomni egy viszkit vagy valamit, nem? Az pedig hol volt? Tárgyak. Nyomtunk egy ilyet. Béna voltam, tudom, béna voltam. És mehetünk tovább. De miért jó felhívni a figyelmét? Mert én megnyomtam azt, hogy füttyelj cseredjen neki. Az újjel futottak, mint a szart. Úgyhogy ez nem volt egy nagy biznisz, vagy ötlet. De jó, megyünk tovább, bocsi. Figyelj, felhúzom a nyilat, azt egyben oldalba lövöm. Ennyi lesz. De most kit érdekel, hogy elijasztaném, érted, puskával? Hát lelövöm utána már nem repül el. Most megyünk arra, azok, ott van. És hol látom, hogy merre fúj a szél, basszus, meg ilyent. Bénázsok, mi? Bénázsok. Ahogy mindjárt. Ott vannak csak pont a fa mögött. Nem kéne orrás, nem gondoltam orrásság. Majd mindjárt figyeld most, aztán nem menekül. Tessék. Tessék, egy volt. Nem gondoltam, hogy így tökéletesen rá kell lőni. Úgyhogy bocs érte. Nem tudom, hogy bennem van az, hogy fölé kell lőni. Az összes játékban, Skyrim-től elkezdve mindenben így kell ugye izét felszállítanod ilyen röppáját. Hát ebben nem köllött. Jó, eljöttünk borászni. Meg kell nézni, hogy mi van. Ki tudom húzni a nyilvesszőt, de jó, az tök jó. És azok meg merre futottak? Arra futottak föl. Egyébként ez rohadt jó, mert egy spontán tudsz így vadászgatni. De hogy mennyire rohadt jó néz ki ez a játék? Arról beszéljünk. Ezt ki is szedtem, és akkor mit tudok? Mit tudok itt? Itt van a szarvas-barvas, mit tudok? Nem látom, hogy nagyon tudnék valami. De mi az, de jó gőz? Mutatja, hogy így valami gőz, vagy valami van. Mit kell csinálnom, testvérem? Arról beszéljünk, oké? Okay? Nagyba. Nem tudom, mit kell csinálni ezzel a szorvas-barvassal. Elrakom. Hogy kell megnézni a J-vel? Vagy mi a izé? Mit kell csinálni? M-mel? Basszus, nem emlékszem rá, hogy kell megnézni, hogy mit kell csinálnom. Q, R, T, I, O, J. Vagy old, ugye? Morászol egy másik szarvasra, jó, oké, rendben.
Az altot kell megpöccinteni. Hát jó, megyek én, szerzek én még szóval, most ez te meg mit csinálsz vele? De most ezt meg itt hagyjuk, jegeljük? Vagy mit, mi van hová? Hogy megy a hóba, de jó néz ki. Jó, de jó. Ez sima, sima liba, hogyha nem mondtam volna, hogy oda lőjek. És nem fölé akartam volna. Hú, de jó a látótávolság. Ezzel azt el lehet ökörködni, nem? Ennek egyébként nagyobb a gépigénye, mint a GTA 5-nek. Nyilván nem, mivel körülbelül 8 éve később készült. Ott van-e? Hát lelövöm. Tessék, segbe lőttem. Pusz. Pusz. Mi van? Oda nézd, még mozgott, bazze. Sokáig feszíted, akkor izé van. Basszus, de volt, mi? Ilyen izéje volt, ilyen haláltúsája volt. Ez nagyon keményen nézett ki, nem? Szerencsétler. Mi volt ez? Még mindig nyög. Nem hiszem el. Nem halálosan sebesítettem meg. Ne, szerencsétlen. Nem hittem volna, hogy az ilyen életű. Szegény, meg kéne ölni. Ó, szerencsétlen basszus. Hát bocs, srácok, én nem gondoltam volna. Mit, mi az? Vedd fel. Én hozom a másikat. Hogy veszi fel? Milyen animáció? F1-e meg lehet nézni a részleteket. Úre jó. Teljes faladás. Nyomkövető 1, megölt 2, nyúzott 0, tanulmányozott. A fehér farkú szarvasok az államok különböző élőhelyén fordulnak elő, de gyakorlatilag erdeiben is. Növényevő, tök jó, bazze. És még hogy van ilyen is, izé. Ott van, hogy mikre vadásztuk. Há, van itt minden is. Állatok, egy van felfedezve. 178-ból. Halak. Bandák, növények, lovak, fegyverek, cigarettakártyák, 144, itt vannak ilyen, történet 1%, összefoglaló 10, aha, kívások, teljes, bazd a gyerekek, mentek a francba, mi van itt? Fütyül a lovadnak, he, ilyen van. Ja, hogy izé van egy bizonyos távolság, ameddig meghallja, és hogyha kötődést ugye növeled, akkor távolabbról jön oda. De ez jó, és tényleg ide jött, nem úgy van, mint nem is tudom melyik játékban volt az, hogy lehetett fütyülni a lórak, és így ott termett, akárhonnan. Nem hiszem el, komolyan mondom be, esküszöm, én nem hiszem el ezt a játékot. Milyen animáció? Ezek az animációk olyan gyönyörűek. Tudom, hogy itt egész végig táradozok, de én gomolyan mondom. Szerintem én még nem játszottam ennyire ilyen élethű játékkal. Tudom, mindenki GTA fan meg minden, de nekem ez így más, hogy más tart. Menjünk, adjad neki. Ugye vannak ilyen nagyon durva állatok, gondolom, mint a medvék. Mi az? Aha, állati tetemeket. Persönhoz lehet leadni. Hogy hozzájárulnak a bandák ellátásához. Jó, akkor ezután tudok vadászni, és ez tök bírom. Ott egyébként ott egy nyúl szerintem. Menjél már előlebb. Egyébként lehet ugrani? Aha, lehet. Gondolom, eszi rendesen a stamináját a lórak. Mikor fog teljesen open world lenni? De milyen jól néz ki, ez nézd már meg, milyen jól néz ki. Ez voltak meg minden, nem hiszem, hogy visszaadja egyébként a videó.
mert ugye szokott rontani a minőségen a maga a felvétel is, meg a YouTube az még inkább. Mi mardom? Tudom, nem figyelek, bocs, hogy figyelj, itt vannak a nyomaink. We give the cab cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. That girl from the ranch now, too. I'm not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. Tök jó a duma. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Jó, arról tanakodtak, hogy mi lesz azzal a nővel, akit megmentettünk. What is it with the you ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over... Ennyire jól néz ki. Tényleg milyen... Ez... Engem az nyugodt le az ilyen filmekben, meg az ilyen tájakban leginkább, meg az ilyen millióban, hogy ez tényleg ilyen nagyon elzárt volt régen, és ugye itt tényleg úgy voltál, hogy lehet, hogy te voltál az első ember, aki ott járt, az lehetett egy nagyon érdekes, főleg ugye amikor az új világba ugye megérkeztek a telepesek, és egyre jobban foglalták el, ugye egyre inkább mentek nyugatabbra, ugye a keleti parttól, és olyan helyekre érkeztek, ahol soha nem járt előtte ember, az milyen durva, hogy tényleg letelepedtek, de ott még soha nem voltak ember. Ott, az mi az, hogy nem egy medve? Ott egy medve! Állj meg! Kinyírom! Hova tűnt? Hova tűnt? Nem figyeltem, hova tűnt. Hova tűnt? Itt volt a medve. Hova a francba ment? Gét kell, meg kell nyugtatni a lovat. Jó, mi az? Control? Ezzel a lóval oldottad fel a felnevelést. Mi az? Ó, hogy minden egyszerre van. Ez beszél az a csávó, közben medve támadáson, meg közben meg izéjé van. Valamit kell nyomni. Nézzétek a... Appa, zoomolni akartam, de hát ez nem úgy működik. Hát, vegyünk elő egy fegyvert azért, hogyha valami X-er van. Azt belepte a hú a szarvast, meg minket is. És ilyenkor is tudom osztani ezt az A... Ah, nem, mert célzás nem eltűnik. Ezt a... időlassítást mondom. De mondjuk hasznos lehet, mert... belassítom, és akkor úgy lövök. Úgy ezt az Eagle Eye-t, ezt lehet, hogy érdemes használni. És nem is kell nyomnod az előre gombot nagyon. Tök jól megy a ló. Nem, hazaérhetnénk már gyerekek. Egyébként szerintem itt a sztoriban az van, hogy ezzel a néger csávóval egy kötődés alakul ki. Ugye? Meg ugye jobban megismerjük a hátterét, hogyha jobban figyelnénk rá, persze. De tényleg az, hogy ugye, mint egy filmben is ugye, van ilyen expozíció, ahol kötődést
alakítanak ki a karakterekkel, és ugye jobban megismertetnek, megismered a hátterüket, a motivációjukat, és sokkal inkább szar lesz majd elveszteni őket, mondjuk úgy. Vagy majd, ha amikor elárulnak, akkor rosszabb lesz. Egyébként megnéztem megint az aljas 8-as, most hogy elkezdtem ezt a játékot. Elkezdek galapozni, ő is elkezd. Aha, de jó. Megjöttünk gyerekek, szerintem az a értünk. És teszem a fegyómat, nem van valakit mellbelövök. Zóvia, ez már elülhetne, vagy kíváncsi lennék más tájakra is. Biztos van ilyen sivatagos, ugye? Ilyen Arizona, meg ilyenek. Ajjajjajjaj, de jó lehet. Na, meghoztuk a kaját. Akkor oda kell vinni neki, gondolom. Fú, de fúj a szél. Jó. Mert ezt úgy kéne, ki kell kötni a lovat, gondolom. Hitseljem a lovat. És akkor le kell venni, gondolom, a rakományt. B. Ó, ki kell választani. Jó. Mit kell nyomni? Most valamiben belekerevettem. Jó, ő már viszi, én meg itt tökörészek. De mit kell nyomnom? Szegény szarvas tetem, egy rossz alapotban lévő jelentős sérüléseket mutató szarvas teste eladható. Mit kell megnyomnom bazza, hogy levegyem ezt innen? Hát fogalmam sincs. Ja, ott van a... Távolítsd el a fehér farkut. Bocs, bocs, igen. Szuper. Hogy nézzétek a sző... Aj, megint zoomolni akartam, de így nem lehet. Nézzétek a szőre, ahogy... Havas lett, mennyire jól néz ki. Megjöttük. Sziasztok. Hoztam ilyen jó mond. Oda borra csapta neki. An old friend, I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. Kíváncsi vagyok, hogy fog kibontakozni ez az egész. Főleg az, hogy ezek a... Most akkor odébb fogunk állni, gondolom, akkor lehet más városokban is lesznek ilyen sztorik. Még ilyen mellékküldetések. Lehet, hogy ezeket az összes küldetést megcsináljuk, akkor gördítjük előre a sztorit. A hajak látszanak a csávókon. A hajszálak. Nézd meg a szarvas szőrét, basszus. Rendesen, hogy meg itt a nyakánál azt a szőrös valamit. Meg a hajszálakat a hajá fején. Fú, borzongatóan jól néz ki. Mi ez? Meg kell nyúznom? Eha. Hú, hát ezt mutatja? Di! Nehogy ez ennyire ki van dolgozva! Mi a... Ó, Sanyi, meg itt ugat. Lehet, hogy halljátok. Cicát lát. Ja, meg lehet, el lehet adni, ja, szőrmét gondolom, meg ilyenek arról beszélt. Bocs, hogy ugat, Sanyi. Sanyi! Na, oké, akkor ezt megoldottuk. Sanyi, nyugodj meg! Egy jobb három szarvasbőr. Fehér farkú szarvas. És meg is nyúztuk akkor. Meg akkor egy szarvasbőrünk. És akkor ez nálunk lett az inventory-ba? Várjál. Tárgyak. Ez mi? Ruhák. Küldetés teljesítve. Figyelj, van egy távcsövünk. Dick. És ez hogy kell júzolni? Ó, de jó!
Jó, ezt nem is mondta a játék, hogy van. Mit mondott, hogy F1-el hosszon? Tudja az Isten, hogy mit akar ez a játék néha. Majd pöccítsük meg az alatot. Szerintem, ugye felvetném a következő küldetést. Hol tudok menteni? Tudok én ezt menteni? Nyomunk egy mentést, jó srácok. Nyugodj ide. Oké. 2,6%-on vagyunk. Oké, és kacok, akkor innen folytatás van, ugye? Akkor mehetek a következő questre, küldetésre? M. Hát az egy darab küldetés van, ez már ilyen kicsit GTS. Na mi az? Bill szeretne beszélni veled. Ó, de jó, régi barátok. És itt meg van a, gondolom a háza, ahol lakunk. De én ilyenkor elmehetnék akár vadászni is, ugye? Hol vannak a, hol a fegyók? Miért csak a tárgyak vannak itt most? Ez valamit. Vagy a lóvomban a fegyóm, vagy hol? De hát, mazzá, hol van a fegyó? Miért csak a tárgyakat mutatja? Nézzük már. Meg a lóvon van egy íj. Lószállítmány. Semmilyen fegyót nem tudok elérni. De mi? Why? Hogy itt bennem lehet ebbe a kecó vizébe? Kivegyek most egy kicsit komolyan. Valamit én nem értek, hogy ez most miért nem mutatja a fegyvereket. És én vagyok a hülye, vagy miért? Hát nem ott abban. És most már elővette. Ah, nem engedte. Ott bent szerintem nem engedte. Láttad? Itt meg már engedi. És itt már ugye van tárgyak, meg fegyverek. De itt... Szegény szerencsétlen, hogy fut. Itt meg csak a tárgyakat engedi. Gondolom azért, hogy itt nehogy véletlen kinyírjak valami NPC-t vagy valami csoda. Hát jó van, oké, nem fogok kinyírni. Csak gondoltam, kimegyek vadászni egyet, de akkor nem. Srácok, elbúcsúzom, és akkor következő részben megyünk a következő küldetésre. Bemegyetek? Ja, itt van a B is. De most nem megyek be, de viszont körülnézek máshol. Mert most nem akarom felvenni. És itt lakunk mindenhol, most így belaktuk. Ja, itt voltunk, igen. Itt voltunk. Fú, ez a fény. Ez nagyon jó néz ki, az a HDR, ez brutális. Ott mi van? Itt vannak a csajok, nem? Ja, itt van az a hülye, akit megmentettünk. Fussunk már, hogy valami, nem tudunk futni. Mi a franc? Ott síratja. Fú, de jó néz ki. És elvileg lehet interaktálni. Ott cigizik az öreg asszony. Ott a gyerek ül a passzus, de jól néz ki. Ne. És a gyerekhez is lehetett szólni, mindenkivel lehet interaktálni. Itt van a csaj. Ja, ápolja a csávót. Hát ez nincs jól. Ez nincs jól. Ez nagyon durván egyébként, nagyon durva ez a játék, hogy milyen apró részletekre figyelnek mindenre. Hogy azt ápolja, meg itt is bárkivel lehet interaktálni. Epic, epic. Na jó van, srácok, elbúcsúzom, nagyon szépen köszi a figyelmet, innen folytatás következik. Hát pont Szabi haverom mondta, hogy basszus a vagy a, milyen neve ennek? Red Dead-be bele fogunk ölni, vagy 2 évnyi gameplay, de hát lehet, hogy az lesz. Köszi a figyelmet, jó hogy sziasztok! És hogyha nyomtok egy lájkot, azzal nagyon sokat segítetek a csatorna jövőjének. Köszi, szia!